Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 25-ig. Itt a virág a tisztaságra utal. Itt rendeződik valami, tisztázódik valami. Mellette megjelenik a horgony, az utal a munkára, vagy a hivatásra, tehát a munkahelyen rendeződik valami. Ez a gyűrű utalhat szerződésekre, tehát itt munkáról, szerződésekről van szó, és itt a halak jelentik az anyagiakat is. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, itt veled szemben, a másik oldalon ez a férfi, ez utal a lelki társadra. Ha férfiakról van szó, akkor természetesen ez a kártya a férfiakra utal. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a fejed fölött lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt szeretnél tisztázni valamit. Elgondolkodsz azon, hogyan tovább, ami a munkát, a hivatást illeti. Ez a könyv utalhat tudásra, vagy továbbképzésre, és jelentheti azt is, hogy néha zárkózott vagy. De ez a kulcs kinyitja a könyvet, tehát a közeljövőben nyitott leszel arra, bizonyos dolgokról beszélni. Ami kettőtöket illet, ezek a kártyák itt alul azt jelentik, hogy mi köt össze benneteket. A hajó jelenti a remény, de külföldi kapcsolatokat is, utazásokat. Ez lehet egy belső út, egy lelki kapcsolat is. Itt megjelenik a nyilvánosság, vagy találkoztok a nyilvánosságon, vagy felvállal téged. Előtte megjelenik a szív, ami utal a szerelemre, nyitott lesz szerelemről beszélni, és ez az út, az jelenti a döntéseket. A gólyák a változásokat szimbolizálják. Itt a gólyák mellett megjelenik a kereszt és az utak. Mindkettő ugyanazt jelenti. Elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, mindkét kártya ezt jelenti, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Mindkettőtöknél lesznek fontos döntések. Az ő gondolataira ezek a kártyák utalnak. A kígyó az jelentheti ugyan a gyógyító erőt, vagy a változásokat is, a megújulásokat, de jelenthet egy hölgyet is. Itt mellette megjelenik a koporsó, és ez azt jelenti, itt egy idősebb nőről van szó. Ez lehet például az anyukája is. De amit a kártyák még jelentenek, hogy ő lezárja ezt a kapcsolatot ezzel a nővel. Itt látható, hogy van kettőjük között a vita, a veszekedés. De miért? Az előfordulhat, hogy ez a nő kapcsolatban áll egy másik férfival, és ez arra következtet, hogy ő lezárja ezt a kapcsolatot ezzel a nővel, és itt lesznek félreértések, viták, veszekedések. Ha ez a kapcsolat lezáródna ezzel a nővel, és végre előre mennek az események, itt lesz akkor mozgás, a változások és a fontos döntések. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!